Nem ért egyet azzal Gyurcsány Ferenc felesége, hogy az Európai Bizottság kifizesse Magyarországnak a határvédelmi költségek egy részét. Dobrev Klára az ATV-ben határozott nemmel válaszolt, miután a műsorvezető többször is rákérdezett, hogy támogatja-e a 250 milliárd forint kifizetését. A DK EP képviselője szerint nem a határkerítés felépítése állította meg a menekültválságot. A Fidesz szerint újabb bizonyíték van arra, hogy Gyurcsány Ferencék lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat. Ez 250 milliárd forint, az rengeteg pénz, ezt a magyar kormány követeli Brüsszeltől. Nyilván önnek európai parlamenti képviselőként erről kell, hogy legyen véleménye. A magyar határvédelmi kiadások megtérítéséről próbálta kérdezni az ATV műsorvezetője Dobrev Klárát. A DK európai parlamenti képviselője azonban először kitért a válaszadás elől. Igen, például, hogyha a magyar kormány az együttműködött volna a menekültválság idején az európai országokkal. Rónai Egon ezután egy újabb konkrét kérdést tett fel a DK-s politikusnak. Jól értem, nem támogatja, hogy ezt az ország megkapja ezt az összeget, hogyha a magyar kormány elkezd erről tárgyalni? Szerintem a magyar kormány... Gyurcsány Ferenc felesége erre sem reagált érdemben. Arról beszélt, hogy szerintem nem a határkerítés állította meg a menekültválságot, hanem az Európai Unió és Törökország. A műsorvezető ezután ismét visszakérdezett. Támogatja-e, hogy az Unió kifizesse a határvédelem árának felét? Igen vagy nem? Nem. Dobrev Klára erre azt felelte, nem támogatja, hogy a magyar kormány megkapja ezt az összeget az Európai Uniótól. Igen vagy nem? Nem. Számoljon el a valós költségekkel, hogy mi mennyibe kerül. Pártársa Gréci Zsolt az üggyel kapcsolatban úgy reagált, bár fontos a határvédelem és a magyarok biztonsága, szerinte a kormánynak el kell számolnia a határőrizet valós költségeivel. A DK a kezdetektől bírálta a kerítésépítést. Gyurcsány Ferenc már a határzár felállításakor arról beszélt, hogy szimbolikusan is elfogadhatatlan a kerítés. Az a nemzet, amely őző módon viselkedik Európai Uniós tagként, az végén nagyon magas árat fog érte fizetni. 2015 őszén személyesen is tiltakozott a határkerítés ellen. Gyurcsány Ferenc röszkén akkor azt mondta, hogy a kormánynak tisztességes jogi eljárást kell biztosítani a bevándorlókkal szemben. Később pedig például azt hangoztatta, hogy szerintem Magyarország jól jár a migránsokkal. Magyarország igenis nem csak hogy képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár. Jól is járna nagyon sokakkal. Ők nem megvédeni akarják Európát és Magyarországot, hanem be akarják telepíteni a migránsokat. A Fidesz frakció vezetőhelyettese szerint Gyurcsány Ferencék eddig is mindent megtettek azért, hogy támadják a magyar határvédelmet. Dobrev Klára megnyilvánulása pedig egy újabb bizonyíték arra, hogy a DK lebontaná a kerítést és beengedné a migránsokat. A betelepítési kvóta mellett gyűjtöttek aláírásokat. A DK programjában feketén-fehéren ott áll, hogy nyíltan befogadó országot akarnak csinálni Magyarországból. Azt akarják, hogy ne tagállami szinten legyen a határvédelem és a bevándorláspolitika, hanem kerüljön át brüsszeli irányítás alá. Börösz László arról is beszélt, hogy Gyurcsány Ferencék aktívan részt vesznek a magyar bevándorláspolitika elleni brüsszeli támadásokban, és szorgalmazzák egy bevándorlásszervező uniós intézmény felállítását.